Még tavaly márciusban indult el a Hoya Máté Szajkai gyárának a telephely bővítése. A beruházás idén szeptember végén fejeződött be. A gyárat az elmúlt 10 évben részben saját erőből, részben állami támogatásból folyamatosan fejlesztette a japán tulajdonos. A mostani beruházás közel 350 millió forintból valósult meg. A bővítést az váltotta ki, hogy az elmúlt 6 év során jelentősen növekedett a társaság üzleti forgalma. Tehát ebben az időszakban mintegy megötszöröztük az árbevételünket. A létszámunkat 250 főről több mint 1000 fő fölé sikerült növelnünk ebben az időszakban. Tehát ezzel nyugodtan kijelenthetjük, hogy a térség egyik legnagyobb termelő foglalkoztató vállalkozása vagyunk. És ezt a hirtelen növekedést igaz átmenetileg bélemények igénybevételével tudtuk biztosítani, de eljött az az idő, amikor a hatékonysági elvárások miatt, illetve hát egy jobb termelékenységi folyamat kikényszerítette az élet, igaz, ezt a dolgot, és úgy döntöttünk, hogy ezekből a béleményekből visszaköltözünk a fő telephelyre, azt bővítjük. A Hoyának a világon több mint 60 lencsegyára működik, viszont csak 3 nagy termelőgyára van, ezek közül az egyik a Máté Szalkai. Az itteni gyár havi szinten 500 ezer darab műanyag és üvegszemüveg lencsét gyárt és értékesít. A Máté Szalkai üzem a környék egyik legnagyobb munkáltatója, a több mint 1000 fős munkavállalói létszám ellenére itt is munkaerőhiánytól szenvednek. Ez is a mostani beruházás okai között szerepelt. Részben ez is váltotta ki, igaz, hiszen így a folyamataink sokkal hatékonyabbak, kevesebb létszámmal tudjuk megoldani, hiszen a béleményeknek a fenntartása az többletlétszámot igényelt, és a piacra is gyorsabban tudunk szállítani, tehát lerövidül ezzel a fejlesztéssel a termelés átfutási ideje, és ez nagyon fontos szempont ma a vevőknél, hogy mennyire gyorsan szállít a termelő, a beszállító cég. Tóth István azt is elmondta, a munkaerőhiány leküzdése és a jobb logisztika érdekében további beruházásokat is terveznek a Máté Szalkai gyárban. Ezek elsősorban az üzemben zajló gyártási folyamatok automatizálását érintik majd.